Persze emlékeznünk kell az elhunytakra, az áldozatokra, ezért is vagyunk itt, de mindenképpen élővé kell tennünk ezt az emlékezetet. Csibi Norbert történész mondott beszédet a Madéfalvi veszedelem 259. évfordulója alkalmából tartott programon Bonyhádon a Székely Emlékparkban. Az 1764-es vérengzés a székelyeket csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt. 1764. január 7-én a vízkereszt utáni hajnalon az ágyütűzzel indított támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint csak egy közösség tudja a hagyományokat átadni és megtanítani a következő generáció számára. De a visszatekintésnek én úgy gondolom akkor van értelme, amikor előre is mutat egybe, hiszen azokat a példákat, azokat a akár pozitív, akár negatív példákat mindenképpen be kell építeni az ember a életébe. És ami nem volt jó, azt kerülni kell ezáltal, hiszen tanúságként kell szolgáljon. Az eseményen átadtak egy új kopjafát is, amelyet Keresztes Andor plébános áldott meg. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezzel Tomka Károly, az aldunai székelytelepítő lelkésznek állított emléket. Hertelendi falván van eltemetve, és úgy gondoltuk, hogy mivel a közösség ugye ide tartozik közénk, hiszen bukovinai székelyek, ezért ez a legkevesebb, hogy megtiszteljük és elhelyezzük az ő kopjafáját is a parkba, ahol végül is helye van. Az esemény zárásaként a városvezetés, az egyesületek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Székely Parkban felállított emlékművet.